8 óra van, ez a híradó, az M1-en Lantos Csaba vagyok. Tovább szítják a háborús feszültséget Brüsszelben. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azt írta, ideje lenne, hogy Európa felkészüljön a háborúra és átálljon a hadigazdaságra. Egyre több nyugat-európai politikus utal ugyanis arra, amit először a francia elnök mondott kinyíltan, vagyis nem lehet kizárni NATO csapatok Ukrajnába küldését. Közben az orosz külső hírszerző szolgálat igazgatója bejelentette, adataik vannak arról, hogy Franciaországban már felkészítés alatt áll egy Ukrajnába vezénylendő katonai kontingens, amely kezdetben mintegy 2000 fős lesz. Párizs katonákat készít fel ukrajnai küldetésre. A kontingens létszáma a kezdetekkor körülbelül 2000 fő lesz, közölte az MTI az orosz kémfőnökre hivatkozva. Szergej Nariskin azt mondta, ennyi embert nem lehet észrevétlenül Ukrajnába küldeni, és a francia alakulat az orosz hadsereg kiemelt, legitim célpontja lesz. Hozzátette, Franciaország már eddig is jelentős veszteségeket szenvedett Ukrajnában, amit a francia elnök fél beismerni. Semmit sem szabad kizárni, mondta alig egy hónapja Emmanuel Macron Párizsban arról, hogy NATO csapatokat küldhetnek Ukrajnába. Magyarország mellett a NATO és számos ország közölte, nem küld katonákat Ukrajnába, mert azzal belesodródnának a háborúba. Az elmúlt egy hónapban azonban egyre többen sorakoztak fel a francia elnök háborúpárti ötlete mögött. A finn külügyminiszter és a cseh elnök sem zárná ki nyugati csapatok Ukrajnába küldését. A lengyel külügyminiszter pedig azt mondta, a nyugati katonák már ott vannak Ukrajnában. A lett elnök nyíltan beszél Oroszország elpusztításáról. Az észt miniszterelnök szerint pedig folytatni kell a háborút Moszkva kimerüléséig. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök pedig azt mondta, a béke ideje lejárt Európában, háború előtti időket élünk. Európa vezetői közben az uniós csúcsra készülnek, ahol Ukrajna támogatása és a fegyverkezés lesz a fő téma. Több tagállam szeretné elérni, hogy az Európai Befektetési Bank mostantól a fegyvervásárlásokra is adhasson hitelt. Vita várható a befagyasztott orosz vagyon profitjáról is, ugyanis Ursula von der Leyen azt javasolja, ebből is lehessen Ukrajnát támogatni és fegyverkezni. Át kell állítani Európát a hadigazdaságra, és fel kell készíteni a háborúra, ezt írta az Európai Tanács elnöke. Charles Michel szerint fegyverkezni kell, mert nem számíthatunk másokra, és Európa nem függhet az Egyesült Államok választási eredményeitől. Julius Cézárt idézve úgy fogalmazott, ha békét akarunk, készüljünk a háborúra. Charles Michel szavai egybevágnak Ursula von der Leyen februári kijelentésével. A bizottsági elnök ugyanis arról beszélt, Európának fel kell készülnie a háborúra. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig Washingtonban beszélt arról, a háború a következő hónapokban dől el. Támogatnunk kell az ukránokat, bármit is kell tenni, azt gyorsan meg kell tenni, mondta Josep Borrell. Több nyugati szövetséges a sorkatonaság bevezetésén gondolkodik, erről a Politico írt. A brüsszeli lap felidézi, csökken a nyugati katonák száma, ezért Dániában a nőknek is kötelező lesz a katonai szolgálat. De mások mellett Horvátország, Lengyelország és Németország is a fegyveres erők létszám növelésén dolgozik. Németországban ráadásul már az iskolákban is a háborúra készülnek. A közmédia berlini tudósítója azt mondta, az oktatási miniszter nemrég felszólította a tanárokat, hogy a diákokat készítsék fel egy esetleges háborúra. Az ország valamennyi oktatási intézményében tanítani kellene az úgynevezett háborús ismereteket, fel kell készíteni a gyerekeket egy esetleges háborúra. A tervek szerint tehát a matematika vagy a német nyelvórák mellett tanulnának a gyerekek lövészetet, polgárvédelmi ismereteket, hogyan kell az óvóhelyre menekülni. Eluralkodott a háborús mánia. Az európai baloldal háborús pszichózisba lovalta magát, ami akkor is veszélyes, ha blöffölnek. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszél. Koskovics Zoltán szerint, ha az Unió átállna a hadigazdaságra, az megroppantaná az európai életminőséget, a háború árát pedig az európai családok fizetnék meg. Arra lenne szükség, hogy az európai választópolgárok nagyon sürgősen olyan iránymutatást adjanak az európai elitnek, hogy ezt a fajta elvakult viselkedést, ezt a fajta őrültbehajló kommunikációt, ezt be kell fejezni sürgősen. Ezt leghamarabb az európai parlamenti választások idején tudja megtenni az európai választópolgár. Az elemző úgy látja, hadigazdaság helyett arra lenne szükség, hogy az Európai Unió országai a saját védelmükre helyezzék a hangsúlyt.
Éles vita várható Ukrajnáról és a háborúra való európai felkészülésről a csütörtökön kezdődő uniós csúcson. Brüsszeli javaslatok szerint ugyanis újszerű eszközökkel oldanák meg a pénzhiányt. Az egyik ilyen ötlet arról szól, hogy az Európai Befektetési Bankot is bevonnák a finanszírozásba, de ehhez módosítani kellene a működési szabályzatot. Mások közös uniós hitelt sürgetnek, ezt azonban több tagállam is ellenzi. A legnagyobb vitákat azonban az a javaslat váltja ki, amely szerint az unióban befagyasztott orosz vagyont használnák fel a háború finanszírozására. Brüsszel, Baracka Eszter. Ezt a bevételt akarják Ukrajna javára fordítani, magához a tőkéhez nem nyúlnának, mert az jogilag nem lenne megalapozott, bár vannak, akik követelik, például Észtország. Az eredeti elképzelés szerint a pénzt Ukrajna újjáépítésére fordítanák, de vannak már olyan ötletek is, például az Európai Bizottság elnökétől, hogy fegyverkezésre, fegyvervásárlásra, illetve az ukrán védelmi ipar fellendítésére használják a pénzt. Egyelőre ezt még 5 tagállam nem támogatja. Ha az Európai Unió egyes országait alacsonyabb rendűként kezeljük, az meggyengíti Európát és nem erősíti. Hangoztatta a Giorgia Meloni olasz kormányfő a küszöbön álló Európai Uniós csúcs találkozó előtt. Giorgia Meloni a labdarúgásból vett hasonlatot használva úgy vélte, hogy egyesek néhány hónappal ezelőttig Magyarországot és Lengyelországot a másodosztályba sorolták. Az olasz miniszterelnök úgy fogalmazott, azután, hogy Lengyelország kormányt váltott, az első osztályba lépett elő. Az olasz kormányfő elhibázott politikai döntésnek nevezte, hogy a nemzeteket elszigetelnek, mert kormányaik nem felelnek meg egyes nézeteknek. Mint mondta, ő másként cselekszik, és mindenkivel párbeszédet folytat. A szingapúri vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a magyarországi beruházási lehetőségek iránt. Erről Szijjártó Péter beszélt Szingapurban. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a dél-kelet-ázsiai országok közül Szingapur hazánk legnagyobb kereskedelmi partnere. A térségből innen érkezik a legtöbb beruházás Magyarországra. A kereskedelmi forgalom Magyarország és Szingapur között tavaly nagyon közel került a rekordhoz, meghaladtuk az 1 milliárd dollárt, és az idei esztendő kilátásai is jók, hiszen Szingapur 24 magyar élelmiszeripari vállalatnak engedélyezte a sertés, illetve baromfi hús exportját, az ebből fakadó lehetőségeket ki fogjuk használni. A szingapúri vállalatok egy nagyobb érdeklődést mutatnak a magyarországi beruházási lehetőségek iránt. Az MSZP azt javasolja, indítsanak bérlakás programot a Balatonnál. Erről a szocialista Molnár Zsolt beszélt a parlamentben. Latorcai Csaba államtitkár válaszában a szocialisták egyik korábbi ügyét hozta fel. Azt mondta, a baloldali kormány kaszinóvárost akart építetni a velencei tónál, sunyi módon a tőkésekkel megegyezve. Jó lenne egy szemléletváltás a Balatonnal kapcsolatosan. Az a helyes, ha a lakosság életkörülményei is javulnak, és a turisták számára is vonzóvá teszik a Balatont. Emelte ki napirend előtti felszólalásában Molnár Zsolt. Az MSZP-s országgyűlési képviselő szerint több területen is szükség lenne változtatásra. Érdemes lenne egy bérlakásépítési programot elindítani, ami nem azonos a lakóparkoknak a Balaton partján való elhelyezésével. Érdemes lenne meggondolni, hogy a táboroztatás, amiben volt egész jó kezdeményezésük, de azért lássuk, hogy az Erzsébet tábor nem kielégítő. A szocialista politikus arra kérte a kormányt, tegyen határozott intézkedéseket, hogy ne egymást kioltó folyamat legyen a helyi lakosság életkörülményeinek javítása és az idegenforgalom. A kormány fejleszt, az a baj. Ha nem fejleszt, az a baj. Eddig hergeltek a kormánynak a beruházásai ellen, most aggódnak a Balaton miatt, hangsúlyozta válaszában Latorcai Csaba. Az államtitkár emlékeztette Molnár Zsoltot, hogy a szocialisták kormányzásuk alatt a velencei tónál nem bérlakásokat akartak építeni a fiatalok számára, hanem egy kaszinóvárost. Hogy akartak kaszinót építeni, képviselő úr? Azért emlékezzünk már rá, mindenkit kihagyva. Nem széles körű összefogással, hanem sunyi módon, a hátsó szobában, tőkésekkel megegyezve, 400 milliárd forintból
nem bérlakásokat akartak építeni, hanem kaszinóvárost akartak építeni. Latorcai Csaba hozzátette, segíteni kell azokat az embereket, különösen a fiatalokat, akik életvitelszerűen élnek a Balaton partján. Az államtitkár szerint ezért indították el a kisfaludi programot, amelyben 365 milliárd forintot biztosítottak 17 ezer fejlesztéshez, több ezer munkahelyet létesítve a Balatonnál. Egy személy életét vesztette, még négyen megsérültek, amikor egy trélert vontató kisbusz csapódott bele egy álló kamionba az M43-as autópályán, a nagylaki határátkelő hely előtt éjszaka. Makó felől haladt a trélert vontató bolgár kisbusz, amikor a határnál feltorlódott kamionsor utolsó járművének csapódott. A becsapódás hatalmas erejű volt, mert a jármű fékezés nélkül hajtott bele az álló román kamionba. A kiérkező tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki az utasokat. Egyikük a helyszínen meghalt, további négy személyt a mentőkórházba szállítottak. A kamion vezetője nem sérült meg. A baleset miatt több órára lezárták az M43-as határ előtti szakaszát. Ez volt a Híradó, minden hír és információ megtalálható a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert már is kezdődik a Nemzeti Sporthíradó.